Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás február 12-ig. Február 7-én Regulus csillag hatása alatt leszünk. Regulus csillag egy királyi csillag. Sőt, azt is mondták korábban, hogy a királyok és az uralkodók csillaga. Tulajdonképpen Regulusnál a szívünkről van szó. Ez lehet a szerelem, vagy mindaz, amit kedvelünk, és erre kell odafigyelni ezen a napon, tehát február 7-én. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt látható ez a torony. Ennek a toronynak több jelentése is van. Jelenti azt, hogy szeretnénk valamit megnagyobbítani. Vagy utalhat egy nagy városra, vagy egy személyre, aki magas és sovány. Amit a torony még jelenthet, ha fogva érzed magadat ebben a toronyban. Akkor az olyan, mint egy labirintus, ahol keresel egy megoldást, keresel egy kiútat. Amit a torony még jelenthet, hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Itt a toronnyal egy vonalban vannak a kövek. Ott van az úton, itt vannak a problémák, a nehézségek, sőt, itt látható a ravasz róka, a hamisság a háttérben. De szerencsére itt megjelenik ez a sarló. És a sarló el tud vágni bizonyos dolgokat. Tehát eltávolítja a tornyot, sőt, a kövek is elmúlnak, hiszen itt látható, hogy lesz egy változás, ami a jövőt illeti, itt egy más út van, itt kivirágzik valami. Ez a torony és a sarló az lehet vállás is. Mivel az ő háta mögött jelenik meg a hamisság, a problémák, a viták, a veszekedések, a felhő, amikor valami még olyan átláthatatlan, utal az ő helyzetére. Ez lehet az ő vállása. De kihat a munkára, a hivatásra is, hiszen ez a kártya szimbolizálja a munkahelyet. Nála vannak problémák a munkahelyen. Az is lehet, hogy te sem érzed túl jól magadat a munkahelyeden. És itt ez az ostor azt jelenti, hogy valaki meg akar bántani téged vagy őt, akar vitázni, veszekedni veled. Itt is vannak még azért kihívások. De szerencsére itt van a hajó, és jelenti a reményt. Tehát megvan arra a remény, hogy mindez elmúljon. Hiszen itt jobb oldalon láthatóak a gyönyörű kártyák. És ez a jövő, ez, ami vár rád, őre, vagy mindkettőtökre. Itt a férfi feje fölött megjelenik ez a folyó és a lilium virág. Itt folyamodnak az események. A virág jelenti a tisztaságot. Ő tisztázni szeretne veled valamit. A Lenormand kártyánál ez a virág szimbolizálja a szexuális kapcsolatokat is. Mivel megjelenik a gondolataiban, akkor vannak nála ezek a tervek. Ő útban van hozzád. Itt nem csak a testi kapcsolatról van szó, hanem szerelemről is, hiszen itt van ez a szív. Tehát ő szeret téged, de fontos számára a testi kapcsolat is. És itt látható a mozgás, előre mennek az események. És a négy levelű lóhere itt szerencsét hoz.
De azért kell az óvatosság, mert a háttérben megjelenik a ravasz róka, és figyeli az eseményeket. Ez utal egy személyre, aki kíváncsi, tudni akarja, hogy mi történik nálatok, figyelget benneteket. Itt ez a virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet, de lehet egy meglepetés, egy ajándék is, és a csillagkép szerencsét hoz. A csillagok jelentik azt is, hogy minden úgy fog történni, ahogy a csillagképekben meg van írva. Így folyamodnak az események, és itt látható ez a szerencse. Ami téged illet, ha egy hölgy vagy, te egy vonalban vagy ezzel a férfival. Tehát megvan a kapcsolat, sőt, te is megjelensz az ő gondolataiban. És itt látható a szív, tehát látható ez a szerelem. Ami a munkát illeti, mint ahogy említettem, valami még átláthatatlan, vannak nézeteltérések, kihívások, sőt, megjelenik a hamisság is. De nem szabad elveszíteni a hitet, hiszen itt látható a remény arra, hogy javul a helyzet. Sőt, ez a kép jelentheti azt is, hogy lesz egy munkahelyi változás április hónapban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!